Izraelnek van-e joga létezni? Pontosabban, Izraelnek van-e joga létezni, Jordan Peterson és Benjamin Netanyahu szerint. De talán még pontosabb a kérdés, ha úgy teszem fel, hogy Palesztinának miért nincs joga létezni. Jordan Peterson munkásságát szinte már a kezdetektől figyelemmel követem. Nem sokkal azután, hogy berobbant a híres videójával, a Kathy newman videójával, ahol szénné oltotta az agresszív feminista kérdezőnőt, és kivívta minden jóérzésű és jóízlésű ember elismerését. Ezután visszamenőlegesen mindenki megismerhette a pszichológiai munkásságát. Jordan Peterson már egyetemi előadóként és nagyon fontos munkát végzett, elsősorban a jungiánus filozófia megismertetésével és a német filozófiai iskola tanításával. És miután a híres Kathy Newman interjúval Jordan Peterson berobbant, és gyakorlatilag egy konzervatív rockstárrá vált, az elképesztő népszerűség hatására az ő munkássága is egy más irányt vett. Klinikai szakpszichológusból és egyetemi előadóból először közéleti szereplő, író, majd aztán konzervatív ikonná vált, és minden apátlan fiúnak a pótapjává, aztán szépen lassan ebből a konzervatív apafigurából egy alt-right kultúrharcossá vált. A konzervatív apafigurából, aki a totalitárius eszmék és a világban történő szenvedés ellen küzd, lett egy kultúrharcos ikon, aki a vók ellen küzd, és a posztmodern neomarxista baloldal ellen, akiről ő se tudja pontosan megnevezni, hogy kik is ők. Nagyon sokat beszél Jordan Peterson a postmodernről, nagyon sokat kritizálja Jordan Peterson a neomarxizmust és az új baloldalt, de amikor neki szegezik a kérdést, hogy mit is jelent ez pontosan és kik képviselik ezeket a nézeteket, akkor azért nem tud más csinálni a jó Jordan Peterson, csak néz, mint hal a Slavoj Zsizsekkel volt egy híres vitája, ahol a szlovén filozófus feltette neki ugye ezt a kérdést, hogy nevezze már meg, kik azok a marxista, posztmodern nagyon káros balos filozófusok vagy közéleti személyiségek, erre Jordan Peterson nem igazán tudott választ adni, csak habogott, hebegett és megpróbált kitérni a kérdés elől. Tehát az a figura, aki kezdetben az egész pszichológiai és szakmai karrierjét arra tette fel, hogy az ember mély rétegeit megismerje a jungiánus pszichológia és a német filozófusok által, ezt felhasználva pedig a totalitárius és önkényuralmi rendszerek ellen küzdjön, és erre hívja fel a figyelmet, hogyan lett az az ember, aki leül az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanyahuval, és egy elképesztően benyalós és alákérdezős interjút hoz össze vele. Nem akarok itt vulgár pszichológizálni, de úgy gondolom, hogy a hatalom és a hírnév azért valamilyen szinten mindenkit korrumpál. De most nem is Jordan Peterson utóbbi egy évtizedbe betöltött közéleti szerepéről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ebben a videóban, ebben az interjú helyzetben hogy viselkedett egy nagy vezetőjével, és ez a nagy hatalom vezetője, Benjamin Netanyahu, milyen érveket hozott fel Izrael létének legitimálására. Nagyon érdekes interjú, és úgy gondolom, nagyon sok tanulságot lehet belőle levonni. Előjáróban annyit elmondanék, hogy én nem kifejezetten értek egyet Netanyahu politikájával. És pont ezért is tartottam érdekesnek, hogy Jordan Peterson készít vele egy interjút. Reméltem, hogy így szó eshet nagyon sok fontos kérdésről, amit én is feltennék Netanyahunak. Netanyahu egy nagyon megosztó figura, Izrael maga is egy nagyon megosztó állam, és ezért is tartottam érdekesnek azt a lehetőséget, hogy itt most Jordan Peterson konfrontálni tudja nagyon releváns világpolitikai vagy aktuálpolitikai kérdésekkel. Vagy akár történelmi távlatokban fontos kérdésekkel. Itt felmerülhet az a kérdés eleve, hogy Jordan Peterson miért ad lehetőséget, miért ad platformot egy ilyen kérdéses figurának, hogy itt a nézeteit terjeszhesse. Nos, én ezt nagyon fontosnak tartom, nem akarom lelőni a poént, de mégis el kell mondani, hogy Jordan Peterson nézetei itt egyáltalán nem ütköznek Netanyahu nézeteivel, valószínűleg ezért is hívta meg a műsorába, de tegyük fel, hogy van egy nagyon népszerű platform, egy balos platform, aki nem ért egyet Izrael politikájával, és meghívja Netanyahu a műsorba. Ilyenkor ugye baloldalról, már ez a baloldali média megkaphatná azt a kritikát, hogy miért engedi be a műsorba, azért, hogy itt is hangoztassa a vállalhatatlan nézeteit. Ez a kritika nagyon sokszor megfogalmazódik a partizán szerkesztőségével kapcsolatban is, hogy mondjuk Torockai Lászlót miért hívja be a műsorba, és miért ad neki teret ezen a platformon is. Amellett, hogy neki ugye egy nagyon népszerű YouTube csatornája van, stb. Nos, Gulyás Marci erre egy nagyon csattanós és nagyon releváns választ adott. Azt mondta, hogy ő nem felelős azért, hogy az ő platformján mit mond az interjúalany, ő csak is azért felelős, hogy ő az interjú során miket kérdez az alanytól, és hogy mennyire konfrontálja az adott esetben problematikus kérdésekben, továbbá, hogy milyen mértékben vonja felelősségre ezt az interjúalanyt. Én ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni Gulyás Marcival, hogy mindenkinek teret kell adni, hogy elmondhassa a véleményét, de nagyon fontos konfrontálni ezt a véleményt más véleménnyel, kritikával illetni, és rákérdezni mindenre, ami problematikus lehet. Nos nézzük, hogy ez milyen mértékben történik meg Jordan Peterson és Benjamin Netanyahu esetében. Hello, everybody watching and listening. I'm always excited to talk to the guests that I'm talking to. I'm going to be speaking with Benjamin Netanyahu, who was recently reelected as Prime Minister of Israel. We're in a situation now where it's possible to sit with a political leader and have a genuine conversation for a long period of time. We'll go at least 90 minutes. Igen, ez, ez szerintem is elképesztő invenció, az, hogy a különböző médiumok fejlődésével oda eljutottunk, hogy gyakorlatilag aki kellő népszerűségre tud tenni az interneten, annak már rendelkezésre állhat egy olyan platform, amire akár világvezetőket is meghívhat hosszú, vágatlan beszélgetésekre, és olyan kérdéseket tehet fel neki, amilyeneket csak akar. Jordan Peterson is egy ilyen platformot működtet, egy egyetemi professzorból, előadóból lett YouTube fenomén, influencer, példakép, konzervatív rockstar, aki gyakorlatilag nagyon fontos figurákat hívhat meg a műsorában, konfrontálhatja kérdésekkel, és egy őszinte, hosszú formátumú beszélgetésben tényleg belemehet komolyan kibontva, releváns kérdésekbe, fontos tematikákba. Ez szerintem egy hatalmas dolog, de Jordan Petersonon azt érzem, hogy nem él ezzel a lehetőséggel. Jordan Peterson a saját ideológiai nézeteihez igazítja a vendégeit, csupán azokkal ül le beszélni, akik vele egy platformon lesznek, és őket sem konfrontálja komoly kérdésekkel, hanem inkább alákérdez, és az interjú során is inkább a saját retorikáját akarja érvényesíteni, mint inkább a másikét meghallgatni, sok esetben azt érzem. Mondjuk ez az interjú ettől pont elkülönbözik, mert ebben Jordan Peterson nagyon keveset beszél, nagyon keveset kérdez, és rengeteg teret ad Netanyahu-nak. Na, de mire is adja ezt a nagyon sok teret? There's no Igen, nincsen szerkesztve, nincsenek előre megírt kérdések. Nincsnek vicces bevágások. Nincsen hangefektekkel torzítva az egész beszélgetés, bár azért a partizán ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon jól csinálja, hogy ők az egyes politikusok vagy közéleti szereplők múltjából előkeresnek videókat, interjúkat, akármiket, amivel szembesítik az interjú alanyt, és erre az az interjú alany kénytelen ott helyben reagálni, és egy nagyon őszinte reakcióval erre reflektálni. Ez azt gondolom egy fantasztikus invenció a partizán részéről, és akár itt netanyahu is lehetne szembesíteni a korábbi nyilatkozataival, interjúival vagy tetteivel. De teljesen oké, okay, hogy Jordan Peterson ettől eltekint, ő majd kérdések formájában gondolta, hogy megfogalmazza ezeket. So, I'm very excited about this. I'll read the bio, and then we'll go on to the interview. Benjamin Netanyahu As Prime Minister of Israel, having previously served in the office from 1996 to 1999 and 2009 to 2021. From 1967 to 1972. Igen, it Jordan Peterzon egy kicsit friderikuszi bemutatásba bonyolódik bele, de alapvetően csak elmondja pár mondatban, hogy mikor is vezette netanya Izrael országát, és hogy mikor volt pénzügyminiszter, meg hogy nagyjából, hogy mit érdemes róla tudni. Annyit érdemes szerintem nagyvonalakba tudni Netanyahu-ról, hogy most kezdte meg harmadik ciklusát, ugye Izrael miniszterelnökeként. 96-tól 99-ig tartott az első, 2009-től 2021-ig és 22. decemberétől van a legújabb ciklusában. Emellett érdemes róla tudni, hogy pályája elején még nagyon fiatalon katona volt, egy túzdráma során palesztin terroristák megölték a bátyját, az Egyesült Államokban tanult, majd hazatérvén Izraelbe építészként végzett, aztán pedig politikusi pályára került, amiben először még csak diplomáciai munkákat végzett az izraeli-amerikai nagykövetségen, aztán képviselő lett, aztán egyre magasabbra emelkedve a ranglétrán miniszterelnökké vált utána megbukott, majd visszakerült a hatalomban nagyon hosszú időre, majd még egyszer megbukott, majd még egyszer visszakerült. Ez érdekes, hogy később az interjú során kihangsúlyozza, hogy ő az egyetlen politikus, aki gyakorlatilag két bukás után is visszakerült a hatalomba, és hogy ez az ő hihetetlen politikai szívóságáról tesz tanúbizonyságot, amiben mindenképpen igaza van, elképesztően szívós politikusról beszélünk. He lives in Jerusalem with his wife Sarah. In his book, My Story. Igen, és egyébként könyveket is ír Netanyahu, ez a legújabb Bibi, My Story. Egyébként beleolvastam, nem túl érdekes könyv. Igazából csak sztorizgat benne Netanyahu, bár megtudhatunk pár Érdekes történetet a Clintonokkal való kapcsolatáról és Trumpról, de nem gondolom túlságosan relevánsnak, ha történelmi kontextusba akarjuk elhelyezni Izraelt és az egész 20. századi történelmét, valamint Netanyahu politikai pályáját, akkor nem ez a legjobb könyv, amiből ezt megtudhatjuk, és nem is Netanyahu korábbi könyvei. Hello Prime Minister Netanyahu, thank you very much for Hello, agreeing to talk to me tonight. Would you be kind enough to Walk me and my viewers and listeners through for the moral justification for Israel, the political justification as well. And would it be useful to start with Herzl? Igen, itt Jordan Peterson azt mondja el mindjárt az elején, első kérdésként netanyahu szegezi azt, hogy a könyvét olvasva, a Bibi című könyvét olvasva, az az érzése, hogy az egész témát igazából a Budapesten született Herzl Tivadartól kellene kezdeni, és megkéri netanyahu hogy innen próbálja elmesélni, hogy hogyan is alakult az izraeli palesztin konfliktus. Ugye Herzl Tivadar volt az egész cionista mozgalomnak a szellemi szerzője, akit egyébként Netanyahu is elmondja, hogy őt tartják a második nagy nemzet alapítónak, mondhatjuk úgy. Ő gyakorlatilag Izrael második mózese, a szellemi szerzője az új izraeli államnak. Továbbá itt azért már érdekes, hogy Jordan Peterson megjegyzi azt is, hogy elsősorban a fiatalok, mondhatni a balos fiatalok, sokkal inkább támogatják Palesztína ügyét az egész közelkeleti konfliktusban, és hogy mi erre a reflexiója a jó öreg netanyahu Well, I'd actually, I'd start, Herzl was what I call our modern Moses, but I'd actually start with the original Moses. the Jewish people have lived in the land of Israel, what is now the, the state of Israel. Na, itt azért mindjárt egy nagyon érdekes dologba megy bele Netanyahu, azt mondja ugye, hogy Herzl, Tivadar, ugye a modern Mózes, de ő sokkal inkább visszamenne az eredeti Mózeshez, az ókori Mózeshez, és onnan indítaná a történetet. És akkor itt mindjárt meg is kell állni egy pillanatra, hogy a mai modern Izrael állam történelmét mennyire lehet visszavezetni Mózeshez. 3500 évvel ezelőttre, az azért nagyon problémás, mivel ugye abból az ókori időszámításunk előtti 1500-as időszakból nem nagyon maradtak fenn írásos emlékeink, amelyeket történelmi dokumentumként lehetne használni. Nagyon érdekes a Biblia és a történelem kapcsolata. A Bibliának ugye kettős jellegzetessége van. Először is, és elsősorban ez egy szentírásként, a kereszténység és a judaizmus szentkönyveként értelmezhető, de emellett bizonyos szempontból értelmezhető egyfajta történelmi dokumentumként is, de csak nagyon komoly fenntartásokkal. Az archeológusok és a történészek is utólag nagyon sok dolgot megtaláltak, Ásatásokon és írott forrásokban, ami alátámasztja a Bibliában leírtakat is, például ninive városát, urvárosát, mezopotámiából, stb. stb. De ettől függetlenül egy az egybe történelmi dokumentumként a Biblia azért nem értelmezhető. Ez azért úgy gondolom mindenki számára egyértelmű kellene, hogy legyen. És ha Izrael államról beszélünk, Mózesre hivatkozni, azért meglehetősen problematikus, Ennyi erőből lehetne Ádámra és Évára is hivatkozni, akik ugye teljesen még a vallási misztérium homályába vannak, mint történelmi figurák, Mózes is úgy gondolom, Ábrahám, Izsák, Józsué, ugye mindannyian még nehezen értelmezhetőek történelmi figuraként, sokkal inkább majd Dávid királytól lesz ez kézzelfogható és történelmi tény. Ezért is nagyon nehéz az izraeli nép őstörténetével foglalkozni, mert nem lehet tudni, hogy mi tartozik a misztérium világához, és mi tartozik a történelem világához. Nyilvánvaló, hogy a Bibliának vannak történelmi alapjai, de az is nyilvánvaló, hogy ez egyben egy irodalmi és egy vallási mű is, és ennek megfelelően kell kezelni. És amikor egy ma élő politikus a mai politikai céljaihoz használja fel ezt a szentírást, az úgy gondolom minimum megkérdőjelezhető. Three and a half millennia. Now for the first two millennia roughly of that time, we were living in what is described in a text commonly known as the Bible. So the Bible describes how the Jewish people lived on this land, were attached to this land, fought off conquerors, sometimes were conquered, but stayed on their land. Igen, a zsidók oda mentek Kánaánba, elfoglalták Izraelt, magukénak tekintették, és onnantól kezdve datája, ugye Netanyahu is, Izrael állam létrejöttét, ugye volt az izraeli királyság, ugye Izrael, Judea, ebbe most ne is menjünk bele, ketté szakadt a királyság, stb. Azt elfelejti megemlíteni Netanyahu, hogy ez nem egy üres terület volt, amire csak úgy benyomultak az izraeliták, ott is volt egy őslakos közösség, ott is voltak letelepedett, illetve nomád emberek is, és őket ki kellett szorítani ahhoz, hogy létrejöhessen ott az izraeli ókori állam. Mint ahogy minden népvándorlás és későbbi honalapítás során ezt meg kellett tenni, a magyarok sem egy üres Kárpát medencébe érkeztek meg, itt is rengeteg nép volt már, a magyaroknak őket ki kellett szorítani, vagy beolvasztani saját magukba, hogy létrehozhassák a magyar államot. and that uh, continued uh, for a very long time until roughly the 6th 7th century actually uh, after the birth of Christ okay uh, we were conquered by the romans we were conquered by the byzantines mm -hmm. they did a lot of bad things to us but they didn't really exile us contrary to what people think okay the loss of our land actually occurred when the arab conquest took place in the 7th century the arabs burst out from arabia and they did something that no other conqueror not the romans not the byzantines not the greeks before them not alexander the great nobody did before they actually started taking over the land of the jewish farmer okay it uh, asmonya netanyahu hogy ugye már a római birodalom és egyéb birodalmak is abuzálták Izraelt, de a történelmi törés akkor esett meg Izrael állam kontinuitásába, amikor a 7. században ugye a kalifátus az arabok elfoglalták a területet és kiűzték őket. Ezt állítja. Oké, okay, nézzük tovább. They brought in military colonies that took over the land and gradually over the next two century the Jews became a minority in our land. Under the Arab conquest, the Jews lost their homeland. The Arabs were the colonials, the Jews were the natives dispossessed. Oké, okay, itt egy imperialista érvelésbe megy bele Netanyahu, hogy ugye az arabok voltak a kolonizálók, és a, a zsidó telepesek, akiknek ugye ez volt az otthonuk, ők szenvedték el ennek az ódiumát. Oké, okay. ez egy világos érvelés, és úgy gondolom, hogy történelmileg is jó rész megállja a helyét. Well, that happens in history. The Jews were dispossessed. We were flung to the far corners of the earth, suffered unimaginable suffering because we had no homeland. But we didn't disappear, and we never gave up the dream of coming back to our ancestral homeland. Igen, ez nagyon fontos, hogy azt mondja Netanyahu, hogy ezután ugye a zsidó diaszpóra szétterjedt a világban, fragmentálódott, széttörvezett, de hogy a zsidó nép soha nem adta fel azt a reményét, hogy majd egykoron visszatér a Szentföldre, hogy újra birtokba vegye a jogosnak tekintett otthonát. Azért itt történelmileg meglehetősen leegyszerűsítette a dolgokat, de ő így látja, ez, az, ez a felépített érvelése rendben. So generation after generation, Jews could be in Warsaw, they could be in Yemen, they could be in China and they said next year in Jerusalem we'll come back next year in Jerusalem. Well that was made possible because the Arabs who had conquered the land basically left it barren. They never made it their own. It was a barren land. It really had practically it was an empty land. Igen itt azt mondja the a világ bármelyik pontjára is bármikor készen álltak arra a és az izraeli államot, és itt hangzik el netanyahu az a nagyon-nagyon fontos érve, amit folyamatosan citál, és folyamatosan ezt emlegeti, amikor arra hivatkozik, hogy miért volt a zsidóknak joguk visszatérni ugye a 7. században tőlük elvett területekre, azt mondja, hogy azért, mert az arabok nem kezdtek semmit ezzel a területtel, gyakorlatilag egy kipusztult, élettelen terület maradt mögöttük. And in the 19th century, the idea of coming back next year in Jerusalem became a reality. By the way, in part because of Christian Zionist support. Igen, ez az akarat, hogy a világ összes pontjára szétszóródott zsidó diaszpóra visszatérjen és egyesüljön Izrael területén, ez valósággá vált, legalábbis egy valós elképzelésé vált a 19. században. The Jews came back in the 19th century to the land of israel. the result of this return was that we started building farms, factories, places of employment. arabs from nearby countries started immigrating, and they now became, they call themselves palestinians. they reconstructed history and said, we've been here for centuries. no, they haven't. they weren't there at all. and they didn't have a national consciousness. erre a pusztaságra, erre az elhagyatott, halott tájra életet hoztak és felvirágoztatták, utána kezdtek el az arabok visszaszivárogni és Palesztinát saját magukénak tekinteni. Azt mondja itt Netanyahu, hogy a palesztinok azon állítása, hogy ők mindig is itt voltak, és ez az ő földjük, ez egy szemenszedett hazugság és történelem hamisítás. Ezt nagyon fontos megemlíteni. Ez az érvelése a Netanyahu nak We came back made it our land and we said okay we now will live together we decided to establish a state in 1948 the Arabs said there can't be a Jewish state you have no right to be here it's our land it's not your land it's been our land for 3500 years if you took over somebody's apartment knocked them out dispossessed them and they never gave up the claim they said it's our claim and you left this barren dump okay and this the uh... <inaudible> hogy az arabok micsoda puszta szemétdombot hagytak gyakorlatilag maguk után, amit ugye utána a zsidók felvirágoztattak. Na itt ugye már egy szemfüles házi gazdában felmerülhetett ezer különböző kérdés, amit ugye fel lehetne tenni netanyahu ezzel a kapcsolatban, vagy történelmileg, vagy aktuál politikailag, hogy hogy is gondolja ezt, és azért itt ebbe a végtelenül történelmileg leegyszerűsített érvelésbe nagyon sok helyen bele kellene kérdezni, úgy gondolom de nézzük meg, hogy mennyire fog majd ebbe belekérdezni Jordan Peterson, illetve miket fog ezzel kapcsolatban problematizálni. Especially since you are are. Nagyon fontos itt a nevezékekre is odafigyelni. Netanyahu azt mondja, hogy ugye itt a későn visszaérkező arabok az úgynevezett palesztínaiak. Tehát, ahogy már az előbb megemlítette, ugye miután a 19. században ide elkezdtek visszaszivárogni a zsidók, és felvirágoztatták a földet, utána érkeztek vissza az arabok, és tekintették a területet palesztinának, akiknek egyébként nem volt semmiféle nemzet tudatuk. Ez nagyon fontos, és ennek ellenére elkezdték magukat palesztínaiaknak hívni, mondja ezt Netanyahu idézőjelben, vagy hát úgy mondja, hogy so-called Palestinians, vagyis az úgynevezett palesztinaiaknak, sugalva ezzel, hogy szerinte igazából nincsen is ilyen nemzet, hogy palesztinai, ez csupán egy ilyen történelmi hamisítás, egy utólagos konstrukció. Itt azért Gulyás Marci úgy gondolom már egy 10-15-ször megállította volna az interjút, hogy kérdéseket tegyen fel ezzel kapcsolatban. Jordan Peterson ennél sokkal türelmesebb. Oké, okay. okay, azt mondja itt Netanyahu, hogy ugye a későn visszaérkező arabok nyugodtan élhetnek itt a földjükön, Izrael földjén, de ez az ő földjük, és ettől őket nem lehet eltántorítani. Oké, okay, ez egy érvelés úgy gondolom, hogy meglehetősen agresszív érvelés, és semmibe veszi a másik oldalt, nem is nagyon beszél a másik oldalról, de pont ezért kellene egy jó interjúztató, aki behozza ezt a másik nézőpontot, és ütközteti Netanyahu nézőpontjával, de ez sajnos eddig nem történt meg. And the reason this conflict continues is because the Palestinians, who are represent the, the, the colonial powers, the Arab conquest, igen, és itt Netanyahu a teljes felelősséget a közel-keleti palesztin-izraeli konfliktus miatt átolja a palesztinokra, hogy ez a konfliktus csak is miattuk van még mindig fenn, csak is az ő imperialista kolonizáló törekvései miatt. Ha Izraelen múlna, akkor már rég béke lenne. Na hát igen, de milyen béke? Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a béke mi is valójában. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy béke, a történelmi békekötések során. Ugye sokan hívják a Trianoni békekötést is, Trianoni békediktátumnak, hogy ez rá lett erőszakolva Magyarországra. Igen, ez valamilyen szinten igaz, de ilyen szempontból egyébként minden békekötésre lehet mondani, hogy a győztes fél valamilyen szinten ráerőszakolta az akaratát a vesztes félre. Persze itt vannak olyan békekötések, ahol a győztes fél nagyvonalúbb volt a vesztessel, és vannak olyan békekötések, ahol nagyon erőszakos és nagyon kegyetlen volt a győztes fél a békekötő háborút elveszítő vesztes féllel. De itt azért Netanyahu esetében rátolni a teljes felelősséget Palesztinára, hogy miattuk áll még fenn ez a konfliktus, ez úgy gondolom meglehetősen elfogult álláspont, és meg lehetősen sok kérdést vet fel Izrael vezetésével kapcsolatban is. They are saying, you have no right for a Jewish state. Well, we do. If any people has any Ez right biztos. to a state, if any people never gave up their dreams of returning to their ancestral home, if any people rebuilt their home yeah. from nothing, from barren, wasted land. Na itt megint felhozza azt, hogy egy pusztaság, egy holtvidék, egy semmi volt itt korábban, amit újra építettek ők, és egyébként, amit korábban mond, amivel egyet lehet érteni, hogy ugye én is úgy gondolom, hogy a zsidóknak joguk van Izrael államára. Azt mondja Netanyahu, hogy ha valakinek joga van Izraelre, akkor azok a zsidók. Abban én egyetértek egyébként, hogy szükséges volt egy izraeli államot létrehozni, és történelmileg teljesen megalapozott, viszont annak a módja, ahogy létrejött, és amilyen konfliktusokat ez ma is generál a közel-keleten, az azért felvet bizonyos kérdéseket, és itt Netanyahu agresszív, minden mást elutasító véleménye azért eléggé problémás, és ez is a konfliktust nem enyhíti, hanem úgy gondolom, hogy tovább szítja. The Jews belong to this land. This land belongs to the Jews. The Palestinians are free to live here next to us, among us, but they're not free to demand the dissolution of the Jewish state. That is not justice. That is injustice. That's the shortest lecture I can give you about Jewish history. Oké, okay, ez tök korrekt egyébként, hogy ezt így elmondta, összefoglalta, és egyébként nagyon őszintén vállalja a véleményét. Itt azért nem volt semmi köntörfalazás, semmi mellébeszélés, itt kőkeményen keményen Netanyahu belemondja az emberek pofájába, hogy itt mi is a történet, a zsidóknak elfoglalták az államát a 7. században, ezzel az arabok semmit nem kezdtek, hagyták a földet, kipusztult a föld, Satöbbi, és a visszatérő zsidók kezdték felvirágoztatni a földet, amire rá jöttek az arabok is, látva ezt a prosperitást, és ennek megfelelően Netanyahu nézetei szerint teljesen jogtalan az, hogy az arabok itt bármiféle jogot akarnak formálni Izraelre, viszont békésen élhetnek ők itt a zsidókkal együtt, de csupán, mint másodrangú állampolgárok itt nekik semmiféle joguk nincsen arra, sem történelmi, sem politikai, hogy bármiféle jogot formáljanak Palesztinára, vagy bármilyen izraeli területre gyakorlatilag. Cisjordánia, Gáza jövezet, stb. Ez mondjuk király, hogy ebbe így ilyen tökösen, egyenesen beleáll Netanyahu, azt mondja, hogy ez a legvelősebb, legrövidebb történelmi bevezetés, amit így el tud mondani izrael -e a kapcsolatban. Tök jó, most jöhetnének Peterson részéről a konfrontatív kérdések. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki hallott ezt a bevezetőt, azért ezer kérdés fogalmazódott meg benne. Nézzük meg, hogy Jordan Peterson erre a rövid történelmi és történeti bevezetőre milyen kérdéseket szegez netanyahu -nak. This is why it is so important to study elképesztő reklámok vannak itt Jordan Peterson podcastjében sokszor, most például egy ima applikáció van, ő, mint a jó konzervatív keresztény, egyébként alt -right aktivista, reklámozza a Halo nevű ima applikációt, amivel te könnyebben meg tudod élni keresztény konzervatív identitásodat, és segít imádkozni és közelebb hoz gyakorlatilag Istenhez. Erről szól a reklám, elképesztő baszki. Múltkor már nem is tudom mivel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy az Egyesült Államokkal kapcsolatban volt valami podcast, amit hallgattam Jordan Peterson-tól, és ott meg egyszer csak így megszakadt a beszélgetés, és bejött, hogy ha igazi amerikainak érzed magad, akkor itt van ez meg ez a kávé, mert az igazi férfiak ilyen kávét isznak. Egy borzasztó, hogy itt játsza a konzervatív keresztény figurát, és közben ilyen reklámokat tol be. Nem igaz, hogy nem talál valami rendes szponzort, vagy nem tudom, ez helyes, hogy ilyen dolgokat reklámoz? Ima applikációt meg, izé tökös amerikai férfi kávét? Nyilván jobb, mint ha coca cola reklámozna, vagy Pepsi-t, vagy mit tudom én, mit McDonald's-ot, de azért meglehetősen problematikus. Na mindegy, nem ez a lényeg az interjúból. Na nézzük meg, hogy a hosszas Netanyahu által való történeti bevezetés után és a megfelelő keresztény applikáció reklámozása után milyen kérdést tesz fel Peterson interjú alanyának. So why do you think the claim that the Palestinians were there in Israel first Ugye nagyon óvatosan fogalmaz mindig Jordan Peterson, és itt azt teszi fel, ugye, hogy miért és hogyan jött létre az az igény az arabokban, hogy ők voltak itt először. And have been displaced in a colonial occupation, let's say, by the Jews. Why do you think that idea has gained such cachet, not least in the West? Na itt ugye érdemes megfigyelni Jordan Peterson kérdéstechnikáját, ő ugye mindig nagyon hosszan, nagyon elaboráltan kérdez, nagyon óvatosan fogalmaz, a legtöbb esetben ugye hosszabban is fogalmaz, mint ahogy kellene, nagyon sok töltelék szóval, nagyon sok fölösleges mondanivalóval, amikor egyszerű kérdéseket kéne feltenni, de itt azért viszonylag sikerült moderálni magát, és annyit kérdez, hogy hogyan lehet az, hogy az arabok igényt tartnak erre a területre,

Jesus was a Jewish rabbi living in Jordan Új, nagyon dühösen Netanyahu visszakérdez. Hogy érti az Jordan Peterson, hogy az arabok voltak itt előbb? Hát nem hallott arról a figuráról, akit Jézus Krisztusnak hívnak? És Jordan Peterson bőszen elkezd bologatni, de, de hallott ő már Jézus Krisztusról. Netanyahu azonnal az első félig meddig konfrontatív kérdésre már agresszióval és lekezelő móddal válaszol, és meg is kapja Jordan Peterson a válaszát. years ago. He was a rabbi from the Galilee, okay? He came to Jerusalem, he... Jerusalem was our capital. King David made it our capital 3,000 years ago. So the Jews are here to try to, uh, uh, to say that they weren't here and that the Palestinians were here thousands of years ago is ridiculous. Na, ez már szerintem egy sokkal inkább elfogadható érvelés, ha nem mózes hozza fel Netanyahu, hanem Dávid királyt, aki ugye megalapította Izraelt és fővárosának tette meg. Ennek ugye ma is, a 21. században megvannak a nagyon kézzelfogható és nagyon konkrét bizonyítékai, ha csak megnézzük Jeruzsálem városát, ahol van egy külön kerület, ami ugye Dávid királynak a város része volt. Róla nevezték el. Anybody, you know, Anybody who can, you can actually Google this and, and find out how absurd this no. thing is. So, as far as uh, reinventing ancient history, what, what uh, they say is we were here, uh, Palestine was a verdant land in the 19th century. That's what Arafat effectively said in his uh, infamous speech in the United Nations, blaming uh, Zionism, equating Zionism with racism. The problem with that is that a famous visitor, among hundreds of visitors, named Mark Twain visited the Holy Land. And he describes a totally different picture. He describes Palestine, I'm quoting him, is a vast wasteland. Only imagination can grace this barren land with the pomp of the circumstance and life. Na itt most már Netanyahu negyedszerre hivatkozik erre az állításra, hogy az arab megszállás alatt ez a föld, Palesztina csupán egy kipusztult föld volt, és itt Mark Twainre hivatkozik. Ugye azt mondja, hogy a 19. század végén Mark Twain is járt erre, és egy úti naplóján beszámolt arról, hogy mit is látott Palesztina és Izrael területén. Azt mondja, hogy Mark Twain nagyon pontosan leírja, hogy ez egy puszta volt a kaktuszon, és a kiszáradt bokrokon kívül itt a világon semmi nem volt. És ahogyan én a politikusoknak alapból bemondásra nem szoktam semmit elhinni, Kikerestem Mark twain ezt a könyvet, és módszeresen utána néztem azokra a hivatkozásokra, amiket ebben az interjúban megemlít Netanyahu, és egyébként igaza van abban, hogy amit idéz Mark twain ez, hogy egy puszta volt, kipusztult vidék, stb., és amit később majd még mond, hogy gyakorlatilag a gyönyörű szép egykori méltóság teljes Jeruzsálem, ma egy rongyokba öltözött város, ami egy hamu, porhalmaz közepén ül. Ezek mind megtalálhatóak ebben a kötetben, Mark Twain úti naplójában, de azért úgy gondolom, hogy itt nagyon óvatosan, körültekintő válogatással idéz Netanyahu Mark Twain-től, mert Mark Twain ugye sok minden mást is leír ebbe a naplóban, ha csak egy picit is belenéz az ember, azt írja, hogy itt azért ez az évszaktól is függ. Ugye eleve ennek a területnek a földrajzi fekvése is meghatározza, hogy mi terem meg rajta, és mi nem az az évszak, amikor Mark Twain itt járt, saját elmondása szerint is, kimondottan kipusztultá teszi ezt az amúgy is sziklás, kiszáradt bokrok és oliva fákból álló területet, és arra is utal Mark Twain, hogy ennek a területnek a viszontagságai a három ábrahámita vallásnak a konfliktusából adódóan is ilyen nehezen élhető és ilyen viszontagságos vidék. Egyébként Mark Twain nagyon szépen ír erről a területről, de ennek viszont tagságait is megemlíti, és megemlíti azt is, amire itt Netanyahu hivatkozik, hogy az arabok elhanyagolják a területet, de azt már nem mondja el Netanyahu, hogy ezt a vallási konfliktusok miatt teszik. Mark twain le is fordítottam egy passzust, ami nagyon tetszett, így hangzik. Palesztina kietlen és szeretetlen. És miért is lenne másként? Az istenség átka megszépíthet-e egy földet? Palesztina már nem e munkás világból való. A költészet és a hagyomány szentje, államország. Ugye, ha ezeket a sorokat és más ehhez hasonló sorokat is elolvas az ember Mark az utinaplójából, akkor nem csupán annyi jöhet le neki, mint amennyit itt Netanyahu megemlít. Gondosan szelektálva a szövegből. It's just, oh, you said we for a whole day. We didn't, see, in the Galilee, we didn't see a human being, one single human being. Igen, ezt is leírja Mark Twain, de azt is leírja, amiket előbb említettem. He said Jerusalem sits in sackcloth and ashes. Na ez az, amit mondtam, hogy Jeruzsálem rongyokba öltözött, és hamuban ül. Ez, ez szó szerint így leírja Mark Twain, csak Netanyahu nem említi, hogy előtte és utána mi hangzik el még. And the Igen, és ezt akkor írta le Mark Twain, amikor A Netanyahu által megemlített, a részéről már megkezdődött. Well, perhaps one could argue, it's obvious that Mark Twain was not in the service of uh, the Jewish state because it didn't exist. He wasn't in the service of the Jewish lobby because there wasn't any Jewish lobby. Could there possibly have been a tremendous influx of Palestinians between 1869 and 1881, the year that, uh, that uh, Arafat says the Jewish. Uh, Invasion began and destroyed the Palestinian paradise. Well, alas, no, because in the year 1881, another famous visitor visits Israel, and he writes, and he writes also his memoirs. Okay, his name was Arthur Penryn Stanley. Igen, itt most más utazókra is hivatkozik Netanyahu, hogy ő is hasonló dolgot írt le a 19. század végén, és megemlíti utána, hogy német utazók, svájci utazók, meg én nem tudom milyen teológusok is mentek a területre, és ők is hasonlóan számoltak be erről, amivel kapcsolatban nekem nincsen is kétségem, hogy ezek igazak, csupán azzal kapcsolatban vannak kéteim, hogy ez mennyire releváns annak megítélésébe, hogy az izraeli-palesztinai konfliktus hogyan alakult a történelem, és hogy ma is mennyire akut probléma ez. He was a very famous, very famous courtier of Queen Victoria's court. And he says, I look south and I look north. He says, I'm in Judea. And I see nothing. He says, a barren expanse. Most már szóra mondja el Netanyahu, hogy micsoda pusztaságot hagytak maguk után az arabok, amit később egyébként a zsidók felvirágoztattak. Azt hiszem hatodszorra jól számolom. Uh, there were Arabs living here, but it was, as I say, a barren wasteland. <inaudible> but <inaudible> Arabs began <inaudible> to immigrate naturally when we were here for thousands of years. That we are the colonials, when in fact it was the Arabs who were the colonials, that we came back to this land that was laid barren by the Arab conquest, <inaudible> brought it back to life. They recreate ancient history, they recreate modern history, and this is a lot of hokum. Igen, itt még egyszer nyomatékosítva elmondja Netanyahu, hogy az, amit Palesztina állít, az egy teljes történelemhamisítás, az ősi és a modern történelemnek a teljes elhazudása és átírása azzal kapcsolatban, hogy mi történt ezen a területen. It's ridiculous. It's absurd. Well, you said the Arabs came in, in the 7 century, and that's a long time ago, and so... You might think of that as being a time frame long enough to allow for a valid claim of sovereignty ownership, but the Jews' rejoinder is, "Well, we have a much older claim than that." What time frame of analysis should be primary? You have again. Very interesting. What Jordan Peterson has raised here is a very relevant question. Az, hogy itt a zsidóknak ugye van egy 3500 évre visszamenő követelése a területre, az araboknak meg van egy 1300 éves követelése visszamenőlegesen történelmileg erre a területre. Az egyik a Bibliával és a későbbi izraeli uralkodók által alátámasztható követelés. A másik követelés pedig arról szól, hogy az arabok a 7. században ugye megszerezték, elfoglalták ezt a területet, és azóta is ott élnek, és ezáltal követelik ezt a területet maguknak. De hogy melyik követelés a jogos? Melyiket tekinthetjük validnak, és mi erre a megoldás? Ez egy teljesen jogos kérdés, és elnézve ezt a konfliktus szinte feloldhatatlan, egy nagyon bonyolult kérdés, amire úgy gondolom, hogy Netanyahu túl egyszerű válaszokat ad. Peterson felveti, hogy ő nem tudja erre, hogy mi a megoldás, és mi a releváns válasz, és én se tudom. Netanyahu viszont mondja, hogy ő tudja, ő tudja, ő mindjárt el is mondja erre a választ. Nagyon egyszerű lesz a válasz. Okay. If The Arabs, having conquered the land in the seventh century and dispossessed the Jews over the next two centuries, the Jewish farmers kicked them out and so on. If they established uh, a viable state, a viable national identity there and so on, you're right. You know, these things happen in history. You're supplanted by another people. Fine. But that's not what happened. Azt mondja, hogy itt az a kérdés, hogy ki mit kezdett a területtel. Ha az arabok a 7. századi megszállás után kezdtek volna a területtel valamit, építettek volna valamit, egy releváns államot építettek volna, akkor jogosan követelhetnék maguknak ezt a területet, de Netanyahu szerint ez nem így történt, és ezért nem jogos, hogy ők ott vannak, és életbe lép a zsidó korábbi igénye, ami 3500 évre nyúlik vissza. Úristen, ez azért egy elképesztően bornírt érvelés. Ezen érvelés hatására, ha ma a bolygón körülnézünk, és látunk olyan területet, amit szerintünk nem megfelelően népesített be, vagy épített ki, vagy használt fel az az ország, ahova most tartozik, akkor mi jogosan foglaljuk el ezt a területet, és jogosan építünk ott valamit saját magunknak, hogy aztán néhány évvel később ezáltal magunknak tudhassuk. Ha most ránézünk a térképre, egy millió olyan helyet tudnánk találni, amit ezek szerint, Netanyahu érvelése szerint bátran el lehetne foglalni, feltéve, ha ott valamit építünk. Rá is nézek a térképre, hát találok valamit. Itt van ez a nagy ország, amit úgy hívnak, hogy Oroszország. Ha az Urálon túli területeit megnézzük, egy ilyen végtelen nagy pusztaság, egy végtelen, kietlen, barren land, ahogy Netanyahu mondja, és itt úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy Oroszország megfelelő mértékben minden területét, minden szegletét belakta és kiépítette Netanyahu igényei szerint. Ha csak itt Irkuc meg Jakuckon túli területeket megnézzük, itt semmi nincsen, és azt is keresni kell. Csak itt Jakucktól keletre ledobjuk ezt a kis Google bábút, és megnézzük, hogy mi van itt, mit építettek az oroszok. Hát itt a föld utakon és az elképesztő pusztaságokon kívül, ugye semmi nincsen. Lehet, hogyha Mark Twain erre járt volna, akkor ugyanazt írja le, mint amit Palesztinával kapcsolatban is leírt volna. Semmi nincsen itt. De nézzünk meg egy másik területet, mondjuk valahol errefelé. Nézzük, hát itt susnyás van, semmi, egy földes murvás út van. Itt a jó Oroszország, a jó Vladimir Putyin és az őt megelőző pártitkárok, meg Jelcin, ugye semmi, semmit nem épített ki. Ez egy teljes Bernland, ahogy Netanyahu is mondja, és úgy gondolom, hogy a netanyahu érvelés szerint ezt a területet egészen nyugodtan el lehetne foglalni, és teljesen jogosan, ha utána ide építene valaki valamit, és felvirágoztatná ezt a fenyőrengeteget, építene pár plázát, meg akármit, erőműveket, akkor ezt jogosan magáénak tudhatná, és nézzük meg, itt van egy ilyen ország, nem tudom, Egyesült Államok, netanyahu érvelés szerint, ha ők, vagy akár a délről érkező jó Kína ezt a területet elfoglalná, benépesítené, teleszülné, felvirágoztatná technológiailag, infrastruktúrát építene, akkor ezeket a területeket egészen nyugodtan kiszakíthatná az országból. Én úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen arhaikus érvelés, és meglehetősen könnyedén negligálja a meglévő nemzetközi szerződéseket és az általános békének a feltételeit, de történelmileg azt gondolom, hogy tényleg igaza van, ókorban, középkorban, és még az újkorban is, ahogy mondjuk az új világot is, ahogyan meghódították ugye az európaiak, az pontosan erről szólt, fogjuk magunkat, elmegyünk az új világba, ott megnézzük, hogy a natív amerikai indiánok ugye mit csináltak, hát semmit, bőrsátrakba éltek, meg íjakkal lövöldöztek, és akkor ilyen totemoszlopokhoz imádkoztak. Hát itt úgy gondoljuk, hogy Igazából ezek a natív amerikai indiánok semmi értelmeset nem kezdtek a Földdel, innentől kezdve ki kell őket írtani, ki kell szorítani a területeikről, le kell verni a megfelelő cölöpöket a Földre, kijelölni a saját területeinket, és azon elkezdeni a mi európai normáink szerint megfelelő gazdaságokat, földművelést és utána később iparosítást létrehozni, hogy ezáltal utána ezt a saját Földünknek mondhassuk ez egy meglehetősen problematikus és kolonialista érvelés, pont az, ami ellen ágál egyébként bizonyos szinten Netanyahu, hogy az ő földjüket elfoglalták, de itt erre az önellentmondására én már nem is szeretnék komolyabb energiákat kilozsulban elégetni. Menjünk vissza az interjúra. The Arab conquerors themselves were replaced by other. First of all, they did nothing with the land. just barren. They actually built one town. One town. It's uh -huh. called Ramle. That's it. Ramla. Egy várost építettek az arabok. Ramlát. Na most akkor kezdtek valamit a földdel, vagy nem? Netanyahu kilencszerre mondta el, hogy semmit nem kezdtek a földdel, semmit nem építettek itt, ezért teljesen jogos visszavenni tőlük ezt a földet. Most meg megemlíti, hogy hát egy várost. Egy várost azért létrehoztak Ramlát. Akkor az nem számít az, az egy város, vagy ez már kimeríti az építettek valamit, kritériumot? vagy lehet, hogy több város is van, csak elhallgatja Netanyahu, vagy számít az, az egy város, de ha most már visszavettük tőlük, akkor hagyjuk tök mindegy Rámla városa. Itt azért már a netanyahu az érvelése saját magának is kicsit ellentmond, de ezek szerint ez az egy város, Rámla, ez olyan jelentéktelen, hogy Netanyahu számításba sem veszi azt, hogy ez annak minősülne, hogy itt bármit is építettek az arabok. Nem építettek semmit, egy város Ramlát, az meg úgyse számít, Egyébként egy kis érdekesség ezzel a városzal kapcsolatba, hogy a második világháború után Ramla városában végezték ki Adolf Eichmannt. Hundreds and hundreds of Jewish biblical sites, the Arabs built one place, one town called Ramla. That's it. Ennyi, so they did nothing else. Semmi semmit nem keztek a földdel, 10 mondja el Netanyahu. Semmit nem keztek a földdel, egy város, semmi más nem keztek a földdel. And they were replaced by other conquerors other The Mamluks, the the British. Igen, és akkor még ezt mondja, hogy nem csak az, hogy semmit nem kezdtek ezzel a területtel, Ramla városát leszámítva, de még el is veszítették más hódítókkal szemben, a mamelukokkal szemben, az oszmánokkal szemben és a britekkel szemben. Ez az a hiba, elveszíteni egy megszerzett területet, az a hiba, amit úgy gondolom, hogy Netanyahu soha nem fog elkövetni. Ő ugyan, amíg él, és amíg Izrael uralja, nem fogja elveszíteni ezt a területet semmilyen áron sem. A series of conquerors, they took over the land, lost the land, and did nothing with the land. So if they had done what you if they had created, but, you know, tough But that's not what happened. once the Jews were were conquered by the Arabs the Arabs did nothing with it lost the land to now we come back and bring it back to life and perform this miracle and they fabricate a history uh -huh. where we were there all the time it was a verdant homeland it was built up it was Peter. Netanyahu pedig folyton folyvást ugyanazt szajkózza, folyamatosan, hogy semmit nem kezdtek a Földdel, akkor jöttek csak vissza, amikor mi, zsidók már felvirágoztattuk a Földet, és hogy így a 3500 éves követelés a Földre teljesen jogos, és semmi más nem elfogadható. Nothing of the kind. It was desert. It was nothing. Now it's not merely Mark Twain and Arthur Penrith Stanley who say that. Travelers who describe exactly the same thing. There was nothing there. There was the no Palestinian one, yeah. state. There were no Palestinians. They didn't even, uh, the Arabs one. even didn't call themselves that, calling themselves parts of southern Syria. My current book has not been challenged on historical facts. Nothing. People can argue about my opinions, but they don't argue about my facts. I'm very, try to be very rigorous about the facts. Úristen, hát persze, hogy nem lehet az újonnan megírt könyvét a történelmi tények alapján kihívások elé állítani, mivel nincsenek benne történelmi állítások gyakorlatilag. Ez egy véleménykötet, az életét írja le sztorizgat benne, semmi történelmi megalapozottsága nincsen, nagyon kevés hivatkozás van szakkönyvekre, stb. Igazából leírja az életét ilyen fecsegő stílusban. Az, hogy történelmi tényekbe senki nem hívta ki, vagy kérdőjelezte meg a kötetét, az azért van, mert nincsenek ilyenek benne. Ez nem egy történelmi mű, ez egy önéletrajzi mű, abból is az unalmasabb fajta, így nehéz történészek által kihívások elé állítani a kötetet. Na nézzük meg Jordan harmadik kérdését. Okay, so the Jews have done a tremendous amount of work in improving this territory. And I know there's a principle of ownership in Western yeah. common law, in English common law. If you own territory, a vast swath of land, and you're doing nothing to it, and someone comes and squats on it and spends a lot of time improving it, at some point they yeah. actually develop a Valid legal claim to the property itself, and so if you're going to occupy a territory, you actually have to do something with it that's productive. no as the third Jordan Peterson, a Ezzel a kérdéssel már aláfekszik gyakorlatilag Netanyahu-nak. Egész idáig arról beszélt Netanyahu, hogy az, ha elfoglalsz egy területet, de nem kezdesz vele semmit, az nem jogosít fel arra, hogy igényt formálj arra a földre, azzal szemben, ha valaki mondjuk oda megy, infrastruktúrát, gazdaságot, akármit épít, benepesíteni, akkor onnantól kezdve mondható egy valid, tulajdon, jogi követelése arra a területre. És miután Netanyahu fél órán keresztül erről beszélt, azt hiszem, ha jól számoltam, 16-szor elmondta, hogy az arabok semmit nem kezdtek ezzel a területtel, 10 vagy 12-szer elmondta, hogy történelmet hamisítottak, és gyakorlatilag hazudnak mindennel kapcsolatban, és hogy ők voltak azok, akik valamit kezdtek a Földdel. Ezután Jordan Peterson egy ilyen hosszan megfogalmazott, nagyon elaborált kérdésben megkérdezi azt Netanyáho-tól, hogy ő egyébként a jog szerint azt tudja, hogy ha valaki egy területtel nem kezd semmit, de utána jön valaki, és az benépesíti, és valami releváns dolgot kezd el azon a területen csinálni, akkor azt a területet már a saját tulajdonának tekintheti. Mit tud erről Netanyahu? Mi ezzel a helyzet? És akkor hogy van ez így a a nemzetközi jogban. Ezt a kérdést sikerült megfogalmaznia, miután Netanyahu fél órán keresztül erről beszélt. Ez a hivatkozási alapja, és erre építi fel az egész jogát Izrael államra, amikor ennél úgy gondolom sokkal megalapozottabb és sokkal árnyaltabb érvei is lennének. Elképesztő, hogy Jordan Peterson első kérdésében még egy picit talán próbált konfrontatív lenni, egyből a Netanyahu leugatta, hogy nem hallottál Jézusról, te barom. Utána behúzta fülét farkát, a második kérdés már egy ilyen nagyon semmitmondó kérdés volt, amire Netanyahu újra tudta szajkózni ugyanazt, amit eddig is, és a harmadik kérdése Petersonnak már ilyen elképesztően befekvős, mintha a kosut rádiót hallgatnám tényleg, és Orbán Viktor ülne vele szemben és ezen nagyon egyszerű tulajdon jogi logika szerint ma is napjainkban be lehetne menni bármilyen országba, ahol szerintünk nem megfelelő az infrastruktúrális kiépítettség, vagy a fejlettség, vagy a gazdaság, annak egy bizonyos területét el lehetne foglalni, kiépítjük a nekünk megfelelő infrastruktúrát, és azt lehet mondani, hogy mivel ti nem kezdtetek semmit ezen a területen, a lehetőségekkel ezért megjöttünk mi, és majd mi kezdünk ezzel valamit. Ilyen alapon tényleg el lehetne foglalni Afrika szinte bármelyik országát, el lehetne foglalni Ázsiában egy csomó minden helyet, el lehetne foglalni Latin Amerikában, Oroszország keleti részén gyakorlatilag bármit, el lehetne foglalni Mongóliát bármelyik részét, gyakorlatilag a nagyvárosokat leszámítva. Mongóliában még mindig lovakon járnak az emberek a vidéken, földutak vannak, sátrakban élnek és kumisztisznak. Most jogos lenne oda bevonulni. Oda még a magyar honvédség is be tudna talán vonulni, és akkor azt mondaná, hogy régi hun területeket visszaszereztünk, még a történelmi hivatkozási alap is meg lehetne, ha a történelmet ilyen rugalmasan értelmezzük, és azt mondhatnánk, hogy egyrészt régi magyar területeket, hun területeket veszünk vissza, de hát az ugyanaz, most kimaradt a két nép között 4-500 év, tök mindegy, azok ugye magyarok, a hunok is, ezért régi hun területeket jöttünk visszaszerezni, és különben se kezdtetek itt semmit a teheneitekkel, meg a lovaitokkal ezen, ezen a területen, így most mi jövünk, és akkor majd jó magyar plázákat, akkumulátorgyárakat, moltornyokat építünk, meg mi egymást. Tök jó lenne egyébként tényleg ezen logika szerint Mongóliából kiszakítani egy olyan darabot, ami így megfelelne a nagy Magyarországnak a kontúrjának, és akkor lenne egy új Magyarország, meg egy régi nagy Magyarország is a történelmi hun területeken. Milyen csoda szép lenne tényleg. So, that's, that's at least part of the claim you're making at the moment to buttress the notion that no, the Jewish mean, people have a valid a claim to the present territory. British. Well, and, and there uh, were a lot of movement back and forth. Yes. The Jews have actually taken the land and made something of it. Well, I'm saying something else, though. I'm saying that they held the land for 2,000 years, were kicked out. The Arabs came and conquered it and immediately lost it to others and did nothing with it. The right. others did nothing with it. The apartment was left ba barren. And many uh, decades, in this case, centuries later, I come back to this mess. Mess. okay, this ruin, and I build it up back. There were practically were no tenants. There. That's my argument. Right. You're nem, well, and you're also nem making... is itt lakók gyakorlatilag most már ezt mondja. Nem azt mondja, hogy semmit nem kezdtek a lakók ezzel, hanem practically gyakorlatilag itt nem is voltak lakók, mi, mikor visszaérkeztek a zsidók. Hát ez már tényleg a pofátlanság, amit Netanyahu előad az meg, ahogy ez asszisztál, és nem csak asszisztál Jordan Peterson, hanem alákérdez és benyol neki, az meg elképesztő. Most már 26 óra mondtál, hogy semmit nem kezdtek a területtel az arabok, de most már azt is mondja, hogy hát itt gyakorlatilag nem is voltak arabok. You're ez azért nem igaz, mert megint micsoda alákérdezés, azért itt nagyon komoly kitelepítések folytak, és miután ugye ezek a kitelepítések megtörténtek, utána mondták a zsidók ugye azt, hogy hát itt azért élhetünk együtt mindenféle probléma nélkül. Ha jól emlékszem a netanyahu az első, első intézkedése az volt, amikor miniszterelnöknek megválasztották, hogy az arab területekről kitelepítette az ott lakókat és zsidókat telepített be. Majd ugye az arafattal több mindenben meg is állapodtak, ugye Egyesült Állam nyomására, de ezeket a megállapodásokat azért időről időre a Netanyahu megszegte. Szóval azért itt rengeteg-rengeteg probléma és problémás intézkedés merül fel Netanyahuval kapcsolatban, és az, hogy ezekből egyet sem kérdez meg a Peterson, az valami elképesztő. Nem tudom, hogy miért nem kérdezi meg azért, mert ideológiailag teljesen egyetért a netanyahu minden kérdésben, és csupán ő egy platformot szeretne neki biztosítani, hogy elmondhassa a gondolatait, vagy Jordan Peterson nem rendelkezik azzal a történelmi és politikai háttértudással, hogy ezekre rá tudjon kérdezni egyáltalán. Ez jó kérdés, hogy Peterson egyáltalán tudatában van netanyahu ezeknek a korábbi intézkedéseivel és kijelentéseivel, és tudva tudva nem kérdez rá, vagy egyszerűen fogalma nincsen, hogy mi történt ott korábban, és ezért nem kérdez rá. Petersonról egyébként mindenki azt gondolja, hogy ő egy elképesztően művelt és minden téren tájékozott ember, de nyilván ez nem lehetséges, nyilván neki is nagyon lyukasak a tudásai, és ha a történelmi témák kapcsán hallgatja az ember, mint amikor az ukrajnai háború kapcsán is beszélt egyébként egy történésszel, ott egyébként olyan butaságokat kérdezett, hogy még az interjú alany is volt, hogy kinevette, és azért lehet, hogy itt is megmutatkozik, hogy azért nem kérdez bele, mert fogalma nincsen a témáról, ami nem baj, de akkor kéne egy szerkesztő, aki erre felkészíti korábban. Jordan Peterson azért a saját maga műveltségét is, ennek a mítoszát nagyon erősen építette korábban. Például a klímaváltozással kapcsolatban mondta, hogy ő neki volt az életében egy olyan periódus, olyan két év, amikor nagyon-nagyon ráállt ennek a tanulmányozására, és abban a két évben ő 200 könyvet olvasott el erről a témáról. Ha jól emlékszem, a Joe Rogan podcastban mondta ezt, és konkrétan ezeket a számokat említette meg, hogy csak a klímaváltozással kapcsolatban volt két év, amikor nagyon ráfeküdt a témára, és ez alatt a két év alatt 200 könyvet olvasott el. Ami, ha belegondolunk, azt jelenti, hogy heti két könyvet olvasott el csak a klímaváltozással kapcsolatban, ami nekem elég nagy kamunak tűnik, és én ezt valahogy nem tudtam már akkor se elhinni. De lehet, nem tudom, lehet, hogy a jó Jordan Peterson tényleg heti két könyvet elolvasott két éven keresztül, csak is a klímaváltozásról, de hogy történelm könyvet nem sokat olvasott, az kurva élet. They to attack 19 years later and destroy us. That's called the Six Day Wars. In six days, we pushed back the Arab countries and took over our ancestral lands of Judea, Samaria. Na itt egyébként az interjú már kezd ellaposodni, mert újra és újra ugyanazokat a paneleket hozza vissza Netanyahu, anélkül, hogy Jordan Peterson bármivel is konfrontáltatná ezt a véleményét, vagy bármire is komolyan rákérdezne, saját dogmáit ismétli, és utána Jordan Peterson erre csak bólogat. Illetve egy idő után belekerül egy olyan sztorizgatásba, amilyen szellemiségben a könyve is megíródott. De beszél itt még két érdekes dologról Netanyahu, ezeket érdemes meghallgatni. They said okay but remember you'll never be prime minister again this is 20 years ago okay I became prime minister finance minister I put forward my vision to Israel which answers your question I fell back on a vision because people were living exactly as you say in semi-socialist Israel they were a false economics basically saying divide the pie divide the pie don't increase the pie okay, that was basically what. i like cost into... an up front and the benefits later. you're absolutely right. And, and, uh, and you have to be prepared for that. that's what leaders do. you have to have a purpose. and your purpose has to be beyond yourself. and you have to be ready to shed political blood, your own. Uh, i'm the longest serving prime minister of, uh, of israel, 15 years. in a year's time, i would be the longest serving uh, leader of a democratic country in the last half century. But I'm already... Orbán Viktorral versenyez ezért a pozícióért. Úgy gondolom, Netanyahu. Uh, uh, beating the odds in a different way. A lot of people came back once from political death. That's happened. Winston Churchill is an example. It's like Rabin, uh, Itzhak Rabin of Israel. Igen, itt azt mondja egyébként Netanyahu, hogy ahhoz, hogy politikailag érvényesülni tudjál, nagyon-nagyon komoly vízióval és célokkal kell rendelkezned, Készen kell állnod a politikai vérontásra, akkor is, ha a saját véredet ontják. Nem lehet nézni a közvélemény kutatásokat és az emberek véleményét, hanem neked egy bizonyos cél mentén azt keresztül ütve mindent el kell követned a célod elérése érdekében. Azt mondja, hogy lassan ő lesz a leghosszabban hivatalban lévő, demokratikusan megválasztott vezető a világon. Hát ez azért sok kérdést vet fel. A demokratikusan megválasztott vezetők, amikor olyan nagyon 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 hosszú ideig vannak pozícióba, az mindig nagyon sok demokratikus és legitimációs kérdést vet fel számomra. És itt azt is felhozza maga mellett, hogy ő az a politikus, aki nem csupán egy bukás után tért vissza, mert ezt még ugye sokan megtették a történelem során, ilyen volt Churchill is, és egyébként a mi jó Orbán Viktorunk is ilyen volt, hanem ő kétszer bukott meg, és kétszer talált vissza a hatalomba ezután. Micsoda nagy teljesítmény, micsoda államférfi, micsoda vízió mentén tudott ő kitartani a célja mellett, és újra és újra az emberek szolgálatába állni. Hát köszönjük, Netanyahu! Igen, itt azt mondja, hogy a történelem az nem mindig a jóknak kedvez, sőt, nagyon sok esetben sokszor inkább a rosszaknak kedvez. A történelmi fejlődés az nem egyértelmű, azért meg kell küzdeni folyton folyvást. És itt egy nagyon fontos dologról beszél még Netanyahu, amit nagyon sokszor felhoz az interjú során is, az ábrahámi megállapodásokról vagy Ábrahám megállapodás, nem is tudom, hogy hogy nevezik, de a lényeg, ugye ez a megnevezés a Bibliából származik, ahol az Ábrahám a vallások közé, ugye a három nagy vallás tartozik, a judaizmus, az iszlám és a kereszténység, és ez a megállapodás annak hivatottan jött létre, hogy békét hozzon a közel-keletre. Ennek értelmezéséhez érdemes egy pillanatra ránézni a térképre. Ugye itt van egy térkép Izraelről és a közel-keletről. Ez az Ábrahám megállapodás azért jött létre gyakorlatilag, hogy a zsidók és az arabok között valamelyest békét hozzanak a közel-keleten. Persze ezt elnevezték Ábrahám megállapodásnak, de ez gyakorlatilag a zsidókról és az arabokról szól. Nos, 1967-ben a hatnapos háborúban volt egy nagyon véres konfliktus, ugye Izrael és négy arab állam között. Névlegesen ez a négy arab állam a következők voltak. Egyiptom, Jordánia, Szíria és Irak. Izrael ebben a hatnapos háborúban lemosta a pályáról ezt a négy arab országot, és azóta is nagyon éles konfliktus van ezek között. Ha a térképen megnézzük, ugye gyakorlatilag ez a négy arab állam nevezhető meg Izraelnek a szomszédjának. Ugye itt van Északon. Szíria, itt van keletre Irak, délkeletre Jordánia, és akkor nyugatra, délre Egyiptom. Netanyahu pedig folyton folyvást, egyébként minden más fórumon is, erre az Ábrahám megállapodásra hivatkozik, hogy sikerült békét hozni a közel-keletre, az arab országokkal, kivéve ezekkel a palesztinokkal nem sikerült megállapodni. Nos, ha megnézzünk egy másik térképet, hogy a gyakorlatban kikkel is sikerült megállapodnia Izraelnek, akkor azért ennél egy sokkal árnyaltabb képet kaphatunk. Itt van az a térkép, ami mutatja, hogy az arab országok közül, kivel sikerült Izraelnek megállapodnia, jelenleg négy ország van, aki beletartozik ebbe a megállapodásba, és egyel van átrepülési megállapodás. Kezdetben két országgal kötötte meg Izrael ezt a megállapodást, Bahreinnel és az Egyesült Arab Emírségekkel ugye ez a két ország itt a Perzsa öbölnél található, ugye még a térképen is nehéz megtalálni Bahreint, de itt van, itt mutatom az egérrel, és egyébként itt van Abu Dhabi fővárosával az Egyesült Arab Emírségek. Most ha megnézzük Izraelnek így a földrajzi elhelyezkedését, láthatjuk, hogy azért nem ezekkel az országokkal Vívta fő konfliktusait Izrael, hanem sokkal inkább a körülötte lévő országokkal, akikkel ugye a hatnapos háborút is vívta 67-ben. Viszont később a Bahreinnel és az Egyesült Arab Emírségekkel megkötött ö, megállapodásba becsatlakozott még Egyiptom, Szudán és Marokkó. Na most Egyiptom úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentős, mivel a közel-kelet egyik legfontosabb hatalma, viszont hogy Szudánnak semmiféle jelentősége nincsen, és az itt térképen nem is jelölt, hanem külön ide ollózott Marokkónak semmiféle jelentősége nincsen, azt azt hiszem kijelenthetjük. Itt ugye Eritrea meg Etiópia melletti Szudán, és Spanyolországtól délre lévő Marokkónak miféle beleszólása vagy relevanciája van a közel-keleti ügyekhöz, azt nem tudom, viszont egy nagyon jó hivatkozási alap lehet netanyahu hogy ő egyébként megannyi annyi arab országgal kiegyezett. Úgy gondolom, hogy a megállapodásból egyedül Egyiptom a jelentős, és Jordániával van egyfajta nagyon komoly feltételekhez kötött félig meddig lévő megállapodás, és még félig meddig megállapodásnak sem mondható dolog Szaudarábiával, ami annyit jelent, hogy Szaudarábián keresztül repülhet Izrael. A Perzsa-öböl államaival pedig úgy gondolom, hogy csupán gazdasági jellegű ez a megállapodás, mivel Bahreinnek és az arab emírségeknek nagyon komoly erőforrásaik vannak, Izraelnek pedig nagyon komoly technológiája, amit mind a két állam fontos cserealapnak tekinthet, és turizmus szempontjából is fontos destinációk lehetnek ezek kölcsönösen egymásnak. Szóval úgy gondolom, hogy itt diplomáciai relevanciáról nem beszélhetünk. Csupán gazdaságiról, Egyiptommal viszont meglehetősen fontos ez a megállapodás, viszont ami igazán fontos lenne, és igazán békét tudna hozni a közel-keletre, az a Szíriával való konfliktus lenne, az az Irakkal való konfliktus rendezése lenne, az Jordániával a teljes körű, konfliktus kezelés lenne, és hát Iránnal kapcsolatban azért rengeteg kérdés merül fel a térségben, ugye Iránnal szinte mindenkinek konfliktusa van, nem véletlenül ezen a térképen nem szürkével van szedve, hanem ilyen sötét barnával, tényleg Iránt mindenki gyűlöli a területen, mert egyrészt Irán Amerika ellenes, és még egy síta fundamentalista ország is itt a nagy arab szunnita tengerben. Ugye ott van egy vallási ellentét, a szunita ellentét, és van egy etnikai perzsa-arab ellentét is. Na és akkor visszatérve a Netanyahu interjúra, tehát azért nagyon komoly fenntartásokkal kell kezelni Netanyahu azon kijelentését, hogy ő gyakorlatilag a közel-keleten már minden arab országgal megállapodott, kivéve ezekkel a palesztinokkal nem tud egyességre jutni. Egyrészt komoly Egyesült Államok általi nyomás volt ezeken az országokon, hogy belemenjenek ezekbe a megállapodásokba, főleg Trump részéről, másrészt pedig elsősorban ezek gazdasági együttműködéseknek mondhatóak, illetve gyakorlatilag ilyen meg nem támadási vagy ilyen diplomáciát előkészítő megállapodásnak. Ha egyébként Szaudarábiával sikerülne megállapodnia, netanyahu az már egy nagy előrelépés lenne, aztán következhetne ugye Irak, Szíria, Palesztina és akkor Irán. Ezek az igazán jelentős konfliktusok Izraelnek, de mondom, legalább Egyiptommal sikerült rendezni a konfliktusát. The history, you know, Martin Luther King uh, said the arc of history bends towards justice, but that arc is very brittle. And it could be broken by the most the darkest. And there's forces. lots of variability. lots of variabilities and right now the darkest force in our immediate vicinity is this horrible regime in tehran in iran that everybody can see its horrors what it's doing to those incredibly brave men incredibly brave women who are dying on the streets there that the arc of history will bend towards catastrophe if these ayatollahs these thugs these, uh, uh, these thugs. theological thugs would Úgy. have as a ministerial elég erős kijelentés azt mondani az ország vezetőjére, hogy ezek a teológiai gengszterek, ezek a szemét állatok itt a közel-keleten. netanyahu ezen kijelentései után azért jól lehet rajta látni, hogy ő alapvetően nem egy megfontolt diplomata, hanem hogy ő alapvetően egy katonai szocializációból kikerült, nagyon rafinált és erőszakos politikus. Ezt még egyszer hallgassuk meg. Everybody can see its horrors, what it's doing to those incredibly brave men, incredibly brave women. Iran, fundamentalist irani Dying on the streets there. And that, if I say that the arc of history will bend towards catastrophe, if these ayatollahs, these thugs, these theological thugs... Hát ezek azért erős kijelentések egy politikustól, de nyilvánvalóan megvan az alapja, és nem véletlenül, hogy még itt, Magyarországon, Budapesten is folyamatosan lehet látni, ahogyan az itt élő irániak hogy tüntetnek az otthon Teheránban lévő kormányzatuk ellen. A Stefánia úti iráni nagykövetségen és a Váci utcában is folyamatosan hétről hétre tüntetnek a Magyarországon lévő irániak a teheráni elnyomó iszlám fundamentalista állam szervezetük ellen. Teszik ezt nagyon helyesen egyébként. Theological thugs. Would have, uh, nuclear weapons. Ez egy a nagyon jó végszó, úgy gondolom, az interjúra. Innentől kezdve már csak tényleg ugyanabba a repetititásba lépünk bele, ugyanabba a folyóba, amit eddig is hallhattunk Netanyahu-tól. Összefoglalásként azért annyit mindenképpen el lehet mondani, hogy óriási csalódás volt ez Jordan Peterson-tól, úgy, hogy egyébként nem vártam sok mindent. Nem vártam egy gulyás marci szintű belekérdezést és konfrontatív újságírói attitűdöt, hanem egy normális, tisztességes interjúra számítottam, de ahhoz képest is ezt még sikerült Jordan Petersonnak alul múlnia, ezzel a szervilis alákérdezésével, és ezzel a mindenféle konfliktust elkerülő kérdezésmódjával, és attitűdjével. Most elmaradtak a szokásos Jordan Petersoni fecsegések is, nagyon odaadóan az egész műsoridőt átadta gyakorlatilag netanyahu hogy mondjon, amit akar, és hát Netanyahu időről időre el is mondta ugyanazt a dolgot, amit én most nem fogok még egyszer megismételni, mert meglehetősen sokszor megtette már ő, és már, már zúg a fejem ettől. Sorry, yeah. seriously. Uh, can I give you some fucking fruit juice or I coke? I love some fucking yeah. fruit juice. Nothing. No other people there. No development. Nothing. Okay. Now we come. But then nobody else did anything with it. there was, there was no someone else. Okay. This land is mine. God gave this land to me.